1938-ban, amikor is június 10-én nyitott meg a Margit-szigeti szabadtéri színpad. Június 10-e Margit napja, ma is június 10-e van, de van még egy ünnep. Szeretném a színpadra szólítani a ma este karmesterét, kétszeres Kossuth-díjas karnagyurat, zongoraművészt, Kocsis Zoltánt. Hát ha megengedik, akkor felköszöntöm őt a születésnapja alkalmából, mert nem csak a színpadnak van születésnapja, hanem Kocsis Zoltánnak is. Az ikrek havában született, mint nagyon sok művész, Rost Andrea, Marton Éva, Kocsis Zoltán. Isten éltesse sokáig! Nagyon szépen köszönöm. Gondolom, hogy Dvorák Újvilág szimfóniája egy olyan mű, amellyel hát népszerűségben alig vetekedhet még valami az irodalomban. Görsvin műve már a bemutatón olyan sikert aratott, hogy meg kellett ismételni. Ravel pedig valamilyen módon engedte magára hatni a jazzt annyira, hogy a legkésőbbi műveiben már tudatosan használta föl a jazzes elemeket. Ilyen módon nagyon is kapcsolódik Görsvin művéhez Ravelé. Nagyon régen figyelem már, és tényleg azon kívül, hogy a világ egyik legvirtuózabb zongoristájáról van szó, egy igazi zeneiség megnyilvánulását érzem a játékán. Zoltán Kocsis is my idol. Kocsis Zoltán a példaképem. Az ő Bartók koncertóját hallgatva nőttem fel. Egész egyszerűen ez a legjobb a Bartók felvételek közül. Ő maga is fantasztikus zongorista volt, ezért karmesterként most nagyon jól együttműködik a szólistával. Nagy öröm vele játszani. Ravel, of course I have recorded. Ravelt már zongoráztam fel stúdióban, Görsvint pedig Amerikában, és Salzburgban is fogok játszani a nyáron, mert ott is imádják ezeket a szerzőket. Nagyon sok közös van bennünk, mindkettő nagyon jazzes, nagyon ünnepélyes. Valószínűleg, mivel Ravel sokkal többször játszottam, ott magabiztosabbnak érzem magam. A második tétel kifejezetten gyönyörű egy ilyen varázslatos, holdfényes külső helyszínen. Mindkét darab, ahogy Ravel mondja, zongorára íródott, nem a zongora ellen. Nem kimondottan világias darabok ezek, de van bennük bőven könnyedség, öröm és élénkség. Nagy élvezet ezeket a darabokat játszani, és a zenekarból áradó színek egyszerűen fantasztikus. All the colors from the orchestra, it's just amazing. Yeah. I hope every time I play the piano it means something to me, and you know, it's amikor zongorázom, az minden esetben jelent nekem valamit. Kommunikálok a közönséggel, a zeneszerzővel és mindenkivel, aki ott fent van, ezért nagyon spirituálisan érzem az egészet.
Természetesen imádom Rachmaninovot, Prokofjevet, mert ugye egyre érettebb vagyok én is, több az élettapasztalatom, de szeretem Brahmsot és Beethovent is, aki nagyon megérintett. Ravelt és Gershwint játszani viszont szintiszta élvezet. Mindkettőre szükségem van, hiszen a klasszikus zene egyik szépsége az, hogy annyi lehetőségünk van előadóként. So I need all of that, and that's the beauty of classical music. We have so much varieties, and yeah.